Jó napot, csókolom, sziasztok! Jövő nemzedéke, ifjúsági műsor. Szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit. Mai vendégem Balázs, Akivel hosszasan beszélgetünk az élete történetéről, örömeiről és bánatáról, ha van. Üdvözöllek, Barázs, itt a Verbum stúdióban. Én is üdvözlöm, és üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy elvállaltad, hogy itt kicsit hosszasabban beszélgessünk, és több minden érdekel, ha szívesen beszélsz magadról. Hát először is. Mondjál nekünk valamit magadról. 19 éves vagyok, szeretek olvasni, szoktam zenéket is csinálni. Igen, nem, majd ez érdekel. Mondjál valamit a szüleid élnek? Él mind a kettő, édesanyám, édesapám. Mindketten egészséges életet élnek, szerencsére nem alkoholizálnak, nem dohányoznak. Igen hát ez nagyon jó egy családban. És megvan a szeretet kapcsolat velük? Édesanyámmal van meg inkább, édesapámmal is jó a kapcsolatom, de egy kicsit távolság tartó velem szemben. Ő az érzelmeit annyira nem tudja felszírehozni főleg nem szavakban, de érzem, hogy szeret, tudom is, hogy szeret. Igen, és szoktatok beszélgetni? Szoktunk beszélgetni, de ilyen mélyebb dolgokról, nem igazán, csak ilyen átlagos dolgokról, napi időjárás történések, időjárás, történések, esetleg arról, hogy mit tervezek csinálni rövid vagy hosszú távon, ilyesmikről. És megfogalmaztad-e már magadban azt, hogy, hogy miért érzed magad közelebb édesanyádhoz? Azért érzem jobban édesanyámnál, mert ő szavakban is kifejezte felém a szeretetét, és egyébként sokkal több mély beszélgetésem volt vele, sokkal többször közeledett hozzám, mint édesapám, így hozzá közelebb kerültem ilyen téren. Mi ez az anyai szeretet, ami, ami így közel van ő hozzá? Szerintem ebben több szerepet játszik az, hogy nagyon aggódik. Igen. Ő... És ez neked örömet jelent? Nem feltétlenül, nem annak örülök, hogy aggódik, hanem annak örülök, hogy törődik fel. Igen, hogy törődik. Feltétel nélkül. És gondolom, hogy gondoskodik is rólad. Ez így van. Mindig támogatott, de egyébként édesapám is születésemtől kezdve jó és rossz döntések előtt és után Igen. is támogattak. Maximum Igen. elmondta, de hát ezt is inkább édesanyám a buktatóit, vagy az előnyeit Igen. a dolgoknak. Szokott édesanyád valami kedves, vagy kedvenc ételt készíteni neked? Hát időnként szokott, általában vasárnaponként, de több kedvencem is van, és ő pontosan Igen. tudja, hogy... Én mondja legalább egyet. A svábnak edli, főleg. Tehát a szüleiddel megvan azért a jó kapcsolatod meg mindenféleképpen. Ez azért jó, hogy az embernek van családja, van, aki forduljon, akivel megossza az örömét bánatát. A gondjaimmal nem vagyok egyedül. Ő, az rajtam múlik, hogy magamban tartom-e, vagy esetleg segítségért fordulok a szüleimhez, vagy akár más rokonaimhoz. A nagyszüleid élnek? Csak egy nagymamám él. És van valami kapcsolatod vele? Igen, ő velünk él. Te öten élünk egy családi házban, de vele is jóban vagyok. Testvéred van? Van egy nővérem. Igen. A nővéremmel is jóban, jóban vagyok, jó kapcsolatban szoktuk egymást segíteni, akár pénzügyileg, akár ha neki van problémája, olyan, amit úgy gondolja, hogy velem meg tud beszélni, vagy ez fordítva is működik, hogy én úgy gondolom, hogy ő tudna tanácsot adni valamilyen problémámmal kapcsolatban, akkor szoktunk beszélgetni mélyebb dolgokról is, bár nem jellemző, ő is inkább édesanyámmal szokta ezeket megbeszélni. Használtad ezt a kifejezést, hogy mélyebb, hogy anyukáddal is szoktál mélyebben elbeszélgetni dolgokról. Mit értesz ezen, hogy mélyebben? Amikor teljesen őszintén beszélek valamiről, édesanyámmal, és azért használom rá ezt a kifejezést, hogy ő mélyebb, mert az őszinteséghez nekem mély érzelmek Igen. kellenek, hogy képes legyek őszintén beszélni. Igen. A problémákról. Vannak-e barátaid? Vannak. A faluban is, ahol élek, ahova jártam iskolába, városi barátaim is vannak. Nem, nincs olyan sok barátom, de van, van elég. Szóval nem érzem magamat igazán magányosnak, vagy valami ilyesmi. Hát ez fontos, hogy az embernek legyen egy pár barátja, akire számíthat is, meg megoszthatja a problémáit, vagy tanácsot kérhet. Ez nagyon jó, hogy nem vagy egyedül, még ilyen vonatkozásban sem. Mi érdekel? Ő... Az életben? Igen. Hát, ami érdekel, zenei pályát tervezek magamnak, Igen. de inkább könnyű zenei vonalon, ami még érdekel, hogy tudjam magam fejleszteni azokban a, azokon a pontokon, amikben úgy nem, nem érzem jól magam a fejletlenségem miatt nem használom ki jól az időmet. Most először beszéljünk a zenei dolgokról, hogy miről van szó, milyen hangszerem tanulsz? Hát ő, gitáron irogattam ilyen teljesen alapdallamokat, szóval még azt sem mondanám, hogy tudok gitározni, mert nem, nem kezdtem igazából ezt az egészet. A másik, csináltam már aláfestő zenéket számítógépes programmal, Mindenféle témájuk, olyat, ami örömteli, ami nyugtalanító, ilyesmikkel szoktam foglalatoskodni zenei téren. A, ez az elektronikai zene, ez könnyebben megy, könnyebben is, vagyis jobban is szeretem igazából, de csak azért, mert régebb óta csinálom. Só nem még, ami még érdekel, ami kitölti az idődet. Vannak kedvenc íróim, szoktam olvasgatni a könyveiket. Igen, hát ez egy nagyon kitűnő dolog, a fiatalok nem nagyon szeretnek olvasni. Erről jut eszembe még a fiatalokra jellemző időtöltések közül, például a zenehallgatás, az, azzal is sokat szoktam foglalkozni, tehát sok zenét hallgatok. Nem ö, szűkítem le a zenei ízlésemet egy műfajra, hanem minden műfajban megtalálom általában azt, ami nekem tetszik. És a kortársaid milyen zenéket szeretnek hallgatni, ez egy nagyon általános kérdés. Hát a többségük, mert nem lehet általánosítani, a kortársaim között is vannak olyasmi minden evők, mint én, akik a zenei műfajokat külön művészeti ágaknak fogják fel. Viszont a legtöbb a jelenleg populáris dolgok közül válogat. Tehát, hogy melyik műfajban épp mi a legpopulárisabb, és az, a, azt választják általában, arra esik a választás. Több okból is ő, erről tudnak társalogni, hogyha sokan ismernek valakit, és sokan szeretik, akkor lehet ő, közös, jó interakciós tevékenység ez, hogy kijött az XY előadó új száma, szerinted milyen, szerintem milyen? És neked ki a kedvenced? Nem igazán tudnék olyat mondani, aki abszolút kedvenc, mert az előadók nagy része is ő, évekig csinál egy vonalat, ami tetszik, és utána valami más irányt vesznek, hogy olyan címszó alatt, hogy egy előadónak tudnia kell megújulni, de ha nekem az a vonal már nem tetszik, akkor nem tudom kedvencnek nevezni, mert azt a részét nem vállalnám fel, hogy én azt hallgatom. A tanulmányaidról mondanál valamit? Hát ö, szakközépiskolába jártam, három évig tanultam, ugye az átlagos tantárgyak mellett ö, honvédelmet, de azt az iskolát, azt ö, har harmadik évet befejeztem, 4,2-es átlaggal, a matekkal voltak mindig problémáim, a többi tantárgy nem, nem igazán volt probléma, de azután a, a 12 egy másik iskolában kezdtem el, mert mellette elkezdtem dolgozni, viszont nem tudtam befejezni, nem, nem, ezt a kettőt ő, nem sikerült egyszerre ő, normálisan csinálni, és azért a 12 nem tudtam elvégezni, mert megbuktam. És nem lehetne ezt ő, pótolni valahogy? Fogom pótolni, mert tervben van, hogy leérettségizzek, mert képességem, véleményem szerint, Hozzá, és szeretném is ezt megcsinálni, mert hiába vallottam egyszer kudarcot, az nem biztos, hogy ez örökérvényűen sikertelenséget jelent Igen. ezen a téren. És a szabadidődet hogy szoktad eltölteni a családdal, vagy a család nélkül, vagy hogy van? Hát a családdal, ami ilyen szabadidős tevékenység szokott lenni, az az, hogy filmet nézünk, vagy hogy beszélgetünk. Szoktunk néha társas játékozni, és ez vicces szokott lenni, de otthon általában mindenki el van valamivel. Nyáron szoktunk menni Balatóra mondjuk, télen nem igazán szoktunk semmit csinálni, de úgy mindenki el van a maga világában, ami nem azt jelenti, hogy elzárkóznak a családtagok egymás elől, csak nem akaszkodnak annyira egymásra. Igen. Tehát nem függenek egymástól, hogy ha te most itt vagy, akkor nekem jó kedvem van, de te nem vagy itt, akkor egyből rossz kedvem van, hanem ezt tudják kezelni olyan szinten, hogy külön-külön is jól érzik magukat, hogyha akarják, tehát el tudják foglalni magukat, meg hát el is kell foglalni magukat, mert dolgoznak a szüleim. Ugye az apám nehéz helyzetbe került, ugye édesapám, ezelőtt két évig nem volt munkahelye, pedig több végzettséges van, festő is van, biztonsági őri, vagy ilyen vagyonőri végzettsége is, de azon a környéken, ahol élünk, ott nem igazán volt erre munka lehetőség, és két év után sikerült elhelyezkedni a festői szakmájával. Hát az egy nagyon jó szakma, ez a festői szakma, mert azt keresik most már több helyen, ugye, újítások meg új házak esetében. Meg a nővéremnek is van szakmája, pék-cukrász a szakmája, szóval igen. mind a kettőhöz, tehát mind a kettő szakmája megvan. A nők nem nagyon szoktak ilyen pék szakmát kitanulni, kevesebb van belőlük. Hát őt is inkább a cukrászat érdekelte, csak olyan iskolát... Választottam, amiben ez a kettő Igen. bele van sűrítve 5 évbe, és ő majd tervez leérettségizni ezután, Igen. de addig meg dolgozik. Szóval jó sikerült neki, úgy, úgy mondhatom. És te milyen embernek tartod magad, hogy tudsz alkalmazkodni másokhoz, vagy agresszív, összeférhetetlen valaki, vagy? Ez, hogy tudok, ez azon múlik nálam, hogy akarok-e tehát, hogyha akarok, akkor tudok alkalmazkodni, ha nem akarok alkalmazkodni, akkor nem alkalmazkodok. Szóval nem a tudásom múlik inkább, hanem azó, hogy én mit, mit szeretnék, vagy hogy döntök. Nem is az, hogy szeretnék, mert ha arról van szó, hogy nem alkalmazkodok, akkor nem akarok, akkor öntörvényű ember vagyok, de ezt nem, nem igazán szoktam ö, magamban felszínre hozni, csak akkor, hogyha valami olyan dologhoz kellene alkalmazkodnom, ami az én értékrendemhez nem passzol. És a családon belül sikerül az alkalmazkodás, ugye? Ott sikerül. Nem szoktak gondok lenni semmiféle ilyen alkalmazkodási gond. A középiskolába is tudtál alkalmazkodni az osztálytársaidhoz? Hát ő, ott igazából az iskolai elvárásoknak tudtam inkább, vagy ahhoz tudtam inkább alkalmazkodni a magatartási feltételekhez, a tanuláshoz ugye a matekon kívül, mert az valamiért nem ment soha a tanárok elvárásainak, de az osztálytársaimhoz nem tudtam igazán alkalmazkodni, vagyis nem, nem tudtam, hanem itt jött elő, hogy öntörvényűen nem akartam hozzájuk. Balázs, mi a véleményed a szerelemről? Hát a szerelemről elsősorban az, hogy egy erős vonzódás alapján bekövetkező kémiai folyamat, de most nem ő, erre a részére akarok kémiai kitérni. Kémiai folyamat. Mondjál már nekem erről, mert egy kémikustól kaptam egy részletes leírást, fotókat, meg rajzokat, hogy a, a szerelem milyen kémiai folyamat eredménye. Hát az az igazság, hogy részletesebben nem tudom én sem. Csak ezt tudom, hogy a szervezetben lezajlik, az agy, ö, nem, is, nem is megyek bele, hogy hol. Valami olyan folyamat, ami valami olyan ö, erős ö, boldogságérzetet idéz elő, ami által az ember úgy érzi, hogy mintha lálik szeretné a társát. És ez eddig jó is, mert így szokott kezdődni. Van olyan, hogy szerelem első látásra, olyan is van, hogy megismerem a másikat, és az általam, favorizált tulajdonságok központosulnak benne, ami által én vonzódni kezdek a másik félhez. De a szerelem szerintem nem csak annyiról szól, hogy ez egy fellángolás. Én, mert úgy gondolom, hogy vannak például házasságok, szerelemnek indult, és sokáig tartott, de ott tart a dolog, hogy azt mondják a felek, vagy az egyik, hogy elmúlt a szerelem. Például én már nem vagyok szerelmes a feleségembe, vagy én már nem vagyok szerelmes a férjembe. és én itt gondolom azt, hogy, hogy én a szerelmet nem csak ennek a fellángolásnak tartom, hanem annak, hogy kitartok mellette, mert ez az erős érzés, ez mindenképp el fog múlni, mert ez természetes, hogy elmúlik de az nem azt jelenti, hogy ö, én nem szerethetem a másikat. És a szeretet ott mutatkozik meg igazán, hogy ö, tehát ö, vegyük, azt, e, vegyük ezt egy problémának, hogy felmerült ez a probléma, hogy elmúlt a szerelem, és akkor itt jön a szeretet, ö, vagy az erős kötődés, hogy nem hagyom el ezért a másikat, nem csalom meg a másikat, nem lépek félre, hanem ö, azon vagyok, hogy ő működjön ez a kapcsolat. Ha már őt választottam, én választottam életem társának, akkor ő, ha igazán szeretem, akkor önzetlenül mindent megteszek ezért az egészért, ahelyett, hogy kibúvókat keresek, meg mindenre fogom, hogy én miért vagyok önző, olyan tekintetben, hogy én kifelé nézegetek ebből az egészből. Mondtad, hogy szerelem első látásra ezzel kapcsolatban eszembe jutott. Az egyik rajzművész, hogy nagyon megtetszett neki egy lány, de egy olyan helyzetben volt, hogy nem tudott közelébe férkőzni, és így a tenyerébe lerajzolta, és aztán utána megtudta, hogy hogy hívják, meg minden másnak megmutatta, segítettek neki. Ez egy ilyen első látásra bekövetkező szerelem volt. Ez, erről mi a véleményed erről az első látásra? Most vegyük ezt az esetet, hogy de fordítva is lehet, hogy egy lány meglát egy fiút, vagy egy férfi egy nőt, vagy egy nő egy férfit, vagy egy lány egy férfit, és ez a szerelem első látásra még csak annyi, hogy esztétikailag annyira tetszik neki az a másik ember, hogy már emiatt vonzódást érez hozzá. Ez ö, szerintem pont olyan, mint hogyha valakinek nagyon tetszik egy, egy ö, bármilyen virág például, hogy ránéz, és hát ez nagyon szép. Viszont ö, ezután szeretné megismerni, mert beleszeretett a külsejébe, az ö, esztétikai kialakításába, és megpróbálja megismerni annak oka folytán, hogy vajon Mire állik benne? Tehát, hogy igazodik-e a külső szépség a belső tartalmához? Most ez nem így akartam mondani, egy tartalmához, hanem a belső lényéhez. Így van. És egy még személyesebb kérdés. Te voltál-e már szerelmes? Voltam. Ö, kétszer is. Csak az volt a baj, hogy pont amit mondtam, hogy amikor elmúlt a fellángolás, akkor ő, történt olyan, hogy ő, a másik fél a problémák miatt inkább kilépett. Tehát ez ő, kétszer is megtörtént, mert egy kapcsolat volt úgy, hogy megszakadt, aztán én kitartottam és folytattuk, és megszakadt újra. Tehát ve, nem álszenteskedek, hogy én ilyet nem csináltam. Csináltam ilyet, és rosszul csináltam. Ő, én szerelmem is csinált már ilyet, és ő is rosszul csinálta, mert önzőek voltunk mind a ketten, és nem vettük észre, hogy valójában mit kellene tenni. Hát nagyon jó volt hallani, amit ezzel kapcsolatban mondtál, mert ma úgy tűnik, mintha sok fiatalnál a szerelem az nem is olyan fontos, hanem valami más a fontos. Tudom, hogy mire tetszik gondolni, ezt viszont mindenféle olyan külső impulzus idézi elő, már nagyon fiatal korban a gyerekeknél, ami a személyiségüket torzítja, amiket tehát például a média, most ez közhelynek hangzik, hogy a média, de, de az, mert ez folyik mindenhonnan, a médiában szereplő celebeket úgymond tekintik példaképnek, nekik ugye sokszor zenéik is vannak, a zene, zenei szövegek is ő, egyfolytában erre vezetik az embert, hogy akkor királycsávó valaki, hogyha ő nem kér, hanem elvesz. De ez nem így van, szerintem. Ez szerintem nagyon súlyos ő, probléma, hogy ő, így eltorzul a személyisége nagyon fiatal korban már a gyerekeknek. Tehát már akár találkoztam már sok olyannal, hogy 10-12 éves korban ők már kompletten felnőttnek érezték magukat, úgy is viselkedtek, de a személyiségük egyáltalán nem fejlődött ki. És lehet, hogy nem is fog tudni kifejlődni, mert a vesztük berohannak ezzel a hamis értékrenddel és ha a szerencséjük van, és felismerik ezt magukban, vagy épp a szüleik támogatják őket, ha olyan a családi környezet, vagy a barátaik, akkor elkerülhetik ezt az egészet. De az a baj, hogy nem ezt mutatja a helyzet, hogy ezt általában sikerül elkerülni. Még mondanál valamit magadról, hogy, hogy például, hogyha ilyen agresszív, emberekkel találkozol, nagyverekedőkkel, hogy akkor te hogy viszonyulsz hozzájuk? Általában az ilyeneket szeretem kerülni, de megesett már velem is, hogy ilyenekkel találkoztam. Természetesen, mert végtelenségig nem lehet őket kerülgetni, főleg nem, hogyha kortársak. És ő, ő egyébként én még azt gondolom, hogy a világon, akik a legkegyetlenebbek tudnak lenni, azok a gyerekek, mivel kifejletlen a személyiségük, és hogyha olyan dolgokat vesznek példaként, filmeket akár, vagy olyan erőszakos rajzfilmeket, és sokan vannak, sokan nézik, sokan gondolják úgy, hogy hát ezzel semmi gond nincs igazából, akkor nagyon gonoszak tudnak lenni. Emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor ők Elsős-másodikas voltam, akkor én is sokat verekedtem, mert olyan rajzfilmeket néztek a kortársam is én is, amiket igazából nem is kellett volna, mert a korhatározott volt, de egy olyan csatornán ment, ahol egy ideig a mi korosztályunknak megfelelő dolgok mentek. Ez egy anime csatorna volt egyébként, most nem azt akarom mondani, hogy mindegyik rossz, csak a korhatár rossz besorolások, azok nem véletlenül vannak. És egy késő időpont után, mert volt saját tévé a szobámban, ezért én elhatároztam, hogy én ezeket nézni fogom, mert ami későn van, az biztos, hogy sokkal izgalmasabb, mint ami korán van. Ez is egy másik téma, de tehát néztük ezeket, és sok volt a verekedés. Viszont ahogy idősödni kezdtem, észrevettem, hogy már teljesen másról szólnak ezek a kötözködések, meg agresszivitások, mint az impulzusokról, vagyis, hogy akkor is azok eredményezik, csak már nem ilyen konkrétan. Tehát nem úgy, hogy hát a gyerek verekedős mesét néz, akkor azért verekedik, hanem Ö, rejtett utalások olyan értékrendre, amiben ez belefér. Tehát a kortársaim már az általános iskolában is voltak ilyen ö, keménykedős gyerekek, ö, vagy az, hogy olyan zenéket hallgattak, vagy az, hogy a családi helyzetük, vagy a környezet, ahol felnőttek, ahonnan jöttek, ott ö, beleférte a, ez az egész erőszak. Tehát ebben nőttek fel, és ö, úgy érezték, hogy ők ezzel tudnak érvényesülni, persze ők ezt tudatlanul csinálják. Hát nagyon jó volt hallani ezt, amit elmondtál, mert valóban az egyik mód az, hogy elkerülje az ember ezt a helyzetet, ha tudja, de ha nem tudja, akkor akkor talán lehet még más megoldás is a, a verekedésen kívül. Hát én azt mondom, hogy fel kell, ez helyzetfüggő, fel kell mérni a helyzetet mindig. Ha van esély menekülésre, én menekülőre fognám például, nem azért, mert ez gyávaság lenne, hanem mert ez egyszerűen engem nem érdekel. Nem emberekkel szeretnék küzdeni, hanem saját magammal olyan dolgokban, amikben úgy érzem, hogy kell. Tehát úgy érzem, hogy az erőszak az ilyen formája, de akár passzív, akár agresszív, akár ütés, akár szópárba, akár mi a legprimitívebb szintje az emberi gondok elrendezésére. Tehát ez Igen. nekem nem, úgymond nem stílusom, nem ez a világom. Most már kezd az időnk elhaladni, de még úgy főbb mondatokban megkérdeznélek, mi a véleményed a hitről? Hát a hitről az, hogy hite szerintem mindenkinek van, nem biztos, hogy valláshoz kapcsolódó, de mindenkinek van, van, aki magában hisz, van, aki másokban hisz, de valamiben hinnie kell az embernek, mert ha nem hisz semmiben, akkor nincs, nincs ami, hát nem azt mondom, hogy mozgatná, de mindenki hisz valamiben, amit elérhet, vagy amit el akar, amit igazán abban hinnie Igen. kell, mert hit nélkül nem, nem lehet. És mondanál nekem még egy befejezésű egy pár szót, hogy hogyan lehet talpon maradni ebbe a mai világban? Hát én azt mondom, hogy meg kell küzdeni, inkább legyünk egy porszem a gépezetben, olyan értelemben, hogy mi vagyunk, akik úgy tűnik, hogy kívülállók vagyunk, minket kitaszítanak, minket utálnak, de inkább legyünk igaz emberek, mint részei valami olyan önpusztító és romlott dologban. Azt Igen. akarom mondani, hogy a saját igazunk útját járjuk, és lássunk, ne csak nézzünk. tehát Lássunk a dolgok mögé, és ha mögé látunk, látni fogjuk, hogy miért jó nekünk őszintén és igaz emberként élni. Valász, nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és sok sikert kívánok neked a továbbiakhoz. Köszönöm szépen. Szívesen elmondtam. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!